Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket. És először is nagyon örülök, hogy együtt gyakorolhatunk be a Zen táborba. Én még nem voltam így jelen segítőként, úgyhogy nagyon örülök, hogy veletek gyakorolhatom ezt a segítő pozíciót. És az elején egy kicsit ilyen karmikus irányba mennék el, tehát hogy lehet, hogy unalmas lesz, de ahogy én kezdtem itt, egy egynapossal, illetve azt megelőzően volt egy ilyen lázadó énem, hogy majd a tradíciókról magyaráztam egy barátoknak, ébredjetek föl, milyen jó ez, gyakoroljuk, stb. De a gyakorlás az ugye elmaradt. Csak ezen a beszéd, meg olvasás, meg a gondolat. Gondolkodás szintjén volt ez meg, illetve volt egy ilyen, hát egy ilyen hév, egy ilyen nem tudom, egy ilyen lázadó hév, rock and roll, gitározás, motorozás, fesztiválok, és 2,5 évvel ezelőtt lett elég. Tehát a párommal, aki akkor még csak a barátnőm volt, megvoltunk, de minden hétvégén ugyanaz volt a program, előbb-utóbb veszekedés. Ütközések voltak. Tűz és víz voltunk. Meg vagyunk. De ezt megelégeltem, illetve jött ez a pandémia, ami szerintem sok mindenkinek adott egy löketet. Illetve azt is megelégeltem, hogy csak beszélek erről. És a párom is mondta, hogy itt van, nézd az videóit szóimnak, de mikor mész el a templomba? Mondta, hogy elmegyek, meg lesz ez is. De mindig halogattam. Elkezdtem otthon gyakorolni, tehát amikor én, most lehet, hogy nem látszik a videóba, én is így kezdtem, hogy így állt a térdem. És azt mondtam, hogy ezt hogy? Ez hogy fog lemenni? Hogy fogom elengedni magam? Próbáltam belelélegezni, párnákat alá tenni, és otthon elkezdtem a gyakorlást, énekek akkor még ugye nem jöttek szóba, és akkor eljöttem az első egynaposra egy barátommal, végigcsináltuk, kínszenvedés volt az ülés, ezt már páran tapasztaltátok, és egy nap után, amikor befejeztük, és visszajöttem a kocsiba, akkor már megvolt a tapasztalat, hogy ez az. Tehát, hogy ide vissza fogok jönni, meg ezt otthon is szeretném folytatni, gyakorolni. Tehát, amit így elgondoltam, hogy zene, meg rajongás, meg fanatizmus, ilyen zenei fanatizmus, stb. Ezt így a kukába kidobtam. Van még egy-két eladó lemezem, hogyha érdekel majd. És ez egy nap után volt, és akkor utána jött a Zen tábor. És a Zen tábor is még ilyen bemelegítő volt. Tehát amikor még leér a lábad a vízben. Ez ahhoz hasonló, tehát nem olyan formális. Akkor még mi se tudtuk, hogy mi ez. Mi az a szigorúbb forma, tehát ez a félformális étkezés van, amit megismertetek. És egyszerűen folyamatosan otthon is érdemes ezt gyakorolni, és jönni ide-vissza a templomba, vagy hogyha van közel egy szanga, akkor velük együtt gyakorolni. És előbb-utóbb lent lesz a lábad is, elmúlik a térdfájás, tisztul a kép, és ahogy Szonya mondta régebben, ezek a kirakós darabok magától a helyére kerül. Nem kell túl kombinálni. Egyszerűen mindig visszatér le a gyakorlathoz. Mikor otthon gyakorlunk, érdemes belőni reggel, este szoktam, vagy ha csak reggel, vagy ha csak este, mindig ugyanabban az időben, minimum fél órát, és tudjátok, hogy énekes könyveket hol találunk, azt is otthon gyakorolni, hogyha megtehetitek,
meg a kedves képernyő előtt ülőköz is szól, hogy ide érdemes eljönni, mert itt kezdődik igazából, a tapasztalással kezdődik az út. És mit adott a zen? Ennyi. A zen inkább elvett. Tehát egy személyiség, amihez ragaszkodtam, vagy az elménk létrehozza ezt a személyiséget, ez így szépen így lepereg, vagy leolvad. Nem voltam végkjolcsén még, 90 naposon, de tehát el lehet jönni pár napra is, minimum 4 napra, 2 ilyen kjolcsén, és ott, ugye 7x50 perc, ott már komolyan törik a jég, vagy hogy fogalmazzak. És ott igen, létrejött ilyen személyiségvesztés, amit nem kell félni, mert illúzió. Miért ragaszkodjunk az illúzióhoz? Amikor van valami, ami a gondolkodás előtt tapasztal. Ez nem félelmetes, hanem ez az alapállás, ahogy Hamvas Béla fogalmaz. Úgyhogy amit szoktam mondani, hogy nagyon nagy kitartással érdemes leülni otthon is, meg itt is, mindig nagy kitartással, bátorsággal és hittel. Hát úgy érzem, hogy a hittünk az első számú mesterünkben van, Buddha Shakyamuniban, aki elérte, realizálta azt, amiről hallunk tanítóinktól, és az útban van még a hitünk. És ez az út akkor tűnik szerintem útnak, hogyha letérünk róla. Azt hiszem, hogy lehet, hogy kijavít az Ádám. Illetve, hogyha gondolkodunk róla, de amikor az úton vagyunk, az nem jelent mást, szerintem, mint ezt. Tehát most mit látsz, most mit hallasz? Barnák a matracok, zöld nadrág. Gondolat nélkül. És ide, hogyha rendszeresen gyakorolsz, vissza tudsz térni. Mindig a tisztánlátáshoz, gondolkodás elé. Hogyha megvan a technikát, hogy mivel gyakorolsz, amiket már hallottatok, azt is bármikor tömegközlekedési eszközön, bármikor előveszed azt a technikát, vagy nekem legalábbis ez bejön, ami ez kérdés, és egyszerűen így minden beáll, így a helyére. Nem kell fele gondolkodnom, de minden helyére kerül. Úgyhogy a zen lehet, hogy nem mindenkinek való, mert itt megdolgozunk keményen ezekért az illúzió vesztésért. Mert, tehát ugye észrevettétek, hogy nem pátyolgatnak minket, meg hát elnézést, hogyha néha én nyers vagy kemény voltam, de felnőttként kezelnek. Szoktam mondani szomjam is. Viszont fel is nősz ezáltal, hogyha zen gyakorolsz, tudatilag, és kibírod mások, látod mások karmáját egy idő után. Megtanulod tükrözni. Kibírod a súlyát, és ezzel is segítesz. Legtöbbször jelenléttel. Nem azzal, hogy ahogy én ezt a hibát elkövettem, hogy magyarázok, nincs meg a tapasztalat. És tudjuk, hogy a bölcsesség tapasztalat alapú. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy gyakoroljon kitartóan. Köszönöm szépen!